Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen a három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei, ezt most megtekintjük ennél a kirakásnál. Te megjelensz az ő gondolataiban, és ő tervez veled együtt valamit. Ez a férfi szeret téged, ennek tudatában van, azt is tudja, hogy te is szereted őt. Erre utalnak a kejhek, mert jelképezik az érzelmeket. És most megtekintjük a következő kártyát, bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a kép utal igazságtalanságokra. Nem csak jelen pillanatban, hanem a múltban is sokan kihasználták őt. Mivel te szereted ezt a férfit, és nem akarod kihasználni, emiatt ő értékel téged. Ő érzi a különbséget. És most megtekintjük azt, hogy mit közöl veled. Itt az látható, hogy ő értékel téged. Ez az arany érem utal belső értékekre is. Te vagy itt ez a királynő. Légy ennek tudatában. Amit ez a kártya még közöl, hogy szerencséd lesz az anyagiak területén. És most megtekintjük a napi kártyát. Itt ebből a cilinderből lehet valamit varázsolni, ami úgy kivirágzik. Ez arra utal, hogy megvan köztetek ez a varázslatos vonzalom. Ez a mágikus kisugárzás. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. Kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!